Megbeszélést folytatott egymással az örmény kormányfő és az azerbajdzsáni elnök az Európai Közösség moldovai csúcs találkozóján. Nikol Pasinyához és Ilham Aliyevhez csatlakozott Olaf Scholz német kancellár Emmanuel Macron francia elnök és Charles Michel az Európai Tanács elnöke is. A tárgyalások reményt kelthetnek arra, hogy áttörés következik be és véget érhet a feszült helyzet hegyi Karabach területén. A két kaukázusi szomszéd több háborút is vívott a vitatott hovatartozású régióért, az ingatak határ mentén rendszeresek a fegyveres összecsapások.